Kedves hallgató. A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Két nő egy férfi. Írta Forró pál. A mű elektronikus változatára a nevezd meg. Így a tovább! 4.0 nemzetközi CC BY és a 4.0 Creative Commons License feltételei érvényesek. A hangos könyv a következő elektronikus változat alapján készült. Budapest, Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, 2016. Országos Széchenyi Könyvtár e könyvtári szolgáltatások osztálya. ISBN 978-615-5557-35-4 online MEK 14862 Az elegáns belvárosi legény lakás feltétlenül ideges és ingerült lehetett. Mert a bútorok át tudják venni gazdáik lámpalázát, temperamentumát. Mindig sajnálom például a pedáns háziasszonyok bútorait, melyek évtizedeken keresztül merevglédában állnak, mint a gránátosok, mindig ugyanazon a helyen, kínos gonddal leporolva, megkefélve, megigazítva. Soha egy percig sem billenhetnek féloldalt, nem élvezhetik a rendetlenség kényelmét, a párnák gyűrött játékosságát, nem köthetnek meleg barátságot gazdáikkal, nem hemperegnek rajtuk pajkos jókedvel, nem lehetnek bűnrészesei bizonyos kellemes és izgalmas titkoknak. Bég Sándor szalonjának piros plüs bútorai például azért voltak mérgesek, mert jelenlegi gazdájuk már délután három óra óta folyton igazgatta, simogatta őket, azzal a bámulatos ügyetlenséggel, amelyre csak férfi képes, amelynek a lényege az, hogy minél tovább rendezi, húzogatja a párnákat és terítőket, annál ráncosabbak és ferdébbek lesznek az öreg karosszék, amelyben egykor gróf Kázmérik szavér, Pest leghíresebb nőhódítója nyújtózott el délutánonként, szelíd lenézéssel nézett a támlájára faragott mitológiai isten arcával a lámpalázas fiatalemberre és megvetéssel gondolta, micsoda tehetségtelen kezdő. Az öreg karosszéknek igaza volt. Valóban nevetséges, hogy egy 26 éves fiatalember ilyen izgatottan várjon egy nőre. Pék Sándor azonban vidéki fiú volt, dúsgazdag földbirtokos fia, aki eddig csak nagyon keveset utazgatott külföldön és még kevesebbet időzött a fővárosban. A gimnáziumot a kegyes rendiek szigorú liceumában végezte, a külföldön is diákotthonokban, katonás fegyelem alatt álló intézetekben tanult, és így nem igen volt alkalma megismerni a nagyvilági életet. Persze, azért voltak kalandjai, a megyebeli szép asszonyok, sőt a szemre való parasztmenyecskék is tudtak volna egyet-mást mesélni erről, de hát ez természetes, ha valaki olyan szép, hogy akár filmszínésznek szerződhetne, 26 éves és 3000 hold prima földje van. Egy év óta Pék Sándor életében gyökeres változás történt. Édesatya meghalt és korlátlan ura lett a hatalmas birtoknak, amelyet bérbeadott. Nagy fiatalsága ellenére már unta a reggeltől estig való szüntelen loholást, béresekkel, munkásokkal, gazdatisztekkel, szállítókkal, vevőkkel való állandó tárgyalásokat és veszekedéseket. Úgy érezte, hogy az élet sokkal adósa mégis elhatározta, hogy felköltözik Budapestre. Majdnem tíz hónapig tartott, amíg a különböző folyamatban lévő ügyeket lebonyolította. Két hónapja érkezett a fővárosba, ahol hamarosan egyik legnépszerűbb alakja lett az éjszakai életnek. Az a bizonyos könnyelmű félmágnás típus volt, aki biztos zsákmánya minden főpincérnek és táncosnőnek. Első havi számlája rengeteg kiadással és igen kevés őszinte örömmel zárult a pesgő minden este egyforma volt, aminek unalmát még csak el lehetett volna viselni, ellenben hamarosan azt is észrevette, hogy a nők, akik valóságos ostrom alávették éppen olyan egyformák és unalmasak, mint a pesgő. Sokkal gyorsabbak és felületesebbek voltak ezek a kalandok, semhogy futó és csömörnél egyebet is tudtak volna adni. Valami más után vágyódott. Érdekes és értékes kaland után, amely Pesten kezdődik, valahol a Rivierán folytatódik, és kifogyhatatlan forrása az érzelmi szenzációknak. De úgy látszott, hogy erre hiába várt. És arra gondolt, hogy Párizsba költözik. Ekkor történt, hogy az Operaház egyik előadásán feltűnően szép fiatal nőt pillantott meg a földszinten. A szünetben utána ment a büfébe. A nő egy néhány évvel idősebbnek látszó férfi társaságában volt, akivel igen diszkréten, halkan beszélgetett. Pék valósággal megszédült. Soha sem látott érdekesebb nőt. Igen, ezen volt a hangsúly az érdekességen. Az ember zavarba jött, ha ránézett, mert képtelen volt eldönteni, hogy hová sorozza. Az arca kissé feltűnően és olyan tökéletesen volt festve, ahogyan azt csak külföldön látja az ember. Estélyi ruhája a legjobb és legdrágább szalomból került ki, mozdulatában benne volt a nagyvilági nő fölényes biztonsága. Lehetett ünnepelt színésznő, nagy stílű kokott vagy amerikai milliómos lánya. A viselkedése abszolút halk, előkelő volt, minden feltűnést került, de azért mégis minden szem rátapadt. Vannak nők, akik olyan ellenállhatatlan erővel sugároznak ki lényükből valami állandó izgalmas fluidumot, hogy feltétlenül fel kell figyelni rájuk. Az ember regényeket, trópikus titkokat érez meg és a legtöbb férfi dühös keserűséggel állapítja meg, hogy soha sem érheti el a királyi nőt. Ezek azok a nagy, forró és minden csodát és gyönyörté ígérő nők, akiknek veszedelmes varázsát Adi is megénekelte és bús megadással sóhajtotta versében, hogy mind a másé. A fehér ruhás nő mellett is ott állt a férfi, karcsú kisportolt atléta, Londonban készült smokingban, figyelmes mosolyjal az ajka körül. A férje vagy a barátja volt. Nem lehetett semmit sem biztosan tudni, ahogyan ott lebegtek a többi ember fölött, mint két gőgös, megközelíthetetlen arisztokrata, beletemetkezve a saját pompázatukba a mozdulat, amelyel megálltak a nagy büféasztal előtt, ahogyan a nő felcsippentett egy kaviáros szendvicset és a hanyag félkör, melyel a férfi szájához lendített egy pohár vermutot, vagy nem is ez, inkább amikor kivette a tárcáját, hogy fizessen, ahogyan látszott, hogy a pénz nem érdekli, nem törődik azzal, mennyit vonnak le az átnyújtott bankjegyből, mindebben benne volt Biaric tengerpartja, Nizza kaszinója. Párizs aranyba fulladó vacsorái az ambasszadorban, a biztonság, melyet a 80 lóerős. Rolls royce -ok nyújtanak gazdáiknak. Sándor a nagy tükör előtt állt, szemközt a büféasztallal és rablókedvel nézte a nőt. Az első felvonás nagy baletjének színes kavarodása, a táncosnők melódiákba és ritmusokba hajló mozdulatai, mint kirakatüveg mögé rejtett édes ígéretek felzaklatták, és most ez nőtrópusi virágzásában s izgalmas szépségében szinte megcsúfolta tehetetlenségét, ahogyan állt és bámult tétlenségre kárhoztatva. Egyszerre, mintha fekete fény vetődött volna rá, izzó parázslás, foszforeszkáló bársony. A nő pillantását érezte magán és megremegett izgalmában. Az arca idegesen rándult, mintha ez volna nagy megméretése a világ asszonyainak mérlegén. És ahogyan visszanézett a nőre, abban benne volt a bemutatkozás, hízelgés és hódolat a mindent felajánló ígérete. Csak egy pillanatig tartott a szemek szikratáviratozása. Az előadás folytatását jelző csengő megszólalt, a férfi belekarolt a nőbe, és mentek kifelé a széles márvány lépcsőn lockároly káprázatos freskói alatt. De Pék Sándor még mindig nem mozdult. Még mindig a nő pillantását idézte, amely félreismerhetetlenül érdeklődést, biztatást rádiózott feléje. Meg kell ismerkedni vele. Feszült benne lázas akarással a vágy. Visszament a páhojába, és tekintetével makacsul kereste a nőt. Felismerte a földszint első sorában a bal közép egyes és kettes szám. De nem sikerült új kapcsolást kapni. A nő makacsul a színpadra nézett. Pedig éreznie kellett pékkitartó, kitartó, égő tekintetét, amely szinte odatapadt mezítelen vállaira és a nyakára. A férfi terveket épített, hogyan lehetne megismerkedni. Ha reneszánsz herceg lett volna, orgyilkosokkal ölette volna meg a színház kapujában az útjában álló férfit. Most zavarban volt. Névjegyet, telefonszámot csempész a nő kezébe, autóján fogja követni, a jegyszedőnek szól, játszon össze a ruhatárossal és rejtsék a nő bundájába üzenetét. Azután egészen váratlan dolog történt az ismeretlen pár a felvonás derekán felállt és elhagyta a nézőteret. Pék magánkívül volt. Nem csak az ejtette kétségbe, hogy lehetetlen volt utánuk menni, mert hiszen a tömeg jótékony segítsége nélkül nagyon is feltűnő lett volna, hanem még inkább az a világos felismerés gyötörte, hogy csak ugyan szerelmes pár, akik már nem győzik bevárni az előadás végét, mert már alig várják, hogy kettesben legyenek. Ez a felismerés egyszerre elhambasztotta benne az imént még diadalmasan lobogó tüzeket, rossz kedvű, lehangolt, elkeseredett lett. Arra gondolt, hogy legjobb lenne már holnap vonatra szállni és elutazni Pestről. Eszébe jutott, hogy másnap délelőtt találkozója van egy sári nevű álszínésznővel, akivel egy társaságban ismerkedett meg. Nyomban elhatározta, hogy a találkozást lemondja legszívesebben körlevelet intézett volna a világ összes nőihez, hogy egyelőre ne számítsanak rá. Mindenkit ún, teljesen ki van ábrándulva és leginkább azt a kreol, egzotikus szépséget gyűlöli, akivel ma este véletlenül az operában találkozott és aki ilyen gonoszul megcsúfolta. Kacérkodott vele, azután megszökött a lovagjával. Pék ezúttal következetes maradt. Elhatározta, hogy csak ugyan nem unatkozik tovább Pesten, hanem nekivág a világnak. Csak úgy találomra fog bolyongani. Az a legjobb, ha az ember senkihez sem tartozik, senkihez nem kell alkalmazkodnia, élhet, járhat kedve szerint. Délelőtt felment az ügyvédjéhez. Gárdos doktor nem volt otthon, csak az iroda kisasszony fogadta. Éva kékszemű, szőkehajú lány volt, szép fiús alakját hála a vadevezésnek és az elszánt turistáskodásnak, teljesen megőrizte. Két éve volt az irodában, ismert minden ügyet és minden ügyfelet, és két év alatt a következő támadásokat verte vissza. A főnökét, aki már belépésének első heteiben kísérletezett. Éva ravasz taktikát választott. Nem volt erélyesen visszautasító, humorra fogta a dolgot, eltréfálta a komoly ostromot, megfosztotta a kiélezett és veszedelmes helyzeteket a tikkat hangulatoktól és a nevetséges befullasztotta groteszk ötleteivel. Nem lehetett ráharagudni. Ilyeneket mondott. Imádom magát, de most úszóversenyre trenírozom és becsületszóra megfogadtam, hogy minden izgalomtól tartózkodom. És különben is, higgye el, doktor úr, hogy nem érek semmit. Tele vagyok gátlásokkal, legalább két évig tart, amíg kianalizálják belőlem. Képzelje, az a rögeszmém, hogy a főnökeim nem munkateljesítményért szerződtetnek, hanem mert barátnőjüknek akarnak. Ez teljesen kiölő belőlem minden szerelmi hangulatot. Hát csókoljon meg, nincsen igazam. Olyan vagyok, mint egy jégcsap. Higgye el, kétségbe vagyok esve, de hát ezen nem tudok segíteni. Nincs az a férfi, aki hangulatban tudna maradni ilyen beszéd hallatára. Gárdos félig nevetve, félig bosszankodva hagyta abba az ostromot. És azóta csak nagy ritkán kérdezte meg Évától. Na, gyógyul már a rögeszméje. Nagyon lassan, doktor úr. Már két pszichoanalitikus orvost koptattam el, de még mindig nem vagyok szerelmi előni. A másik esete Bartos építési vállalkozóval volt, akit arcol ütött, mikor a mindig izzadó, pocakos férfi kövér ujjaival megcsipkedte az arcát és magához akarta ölelni. Bartos szörnyű patáliát csapott, fújt, fenyegetődött, de Éva angyali nyugalommal azt mondta. Csak szóljon nyugodtan a főnök úrnak. Azt hiszem, boldog lesz, ha megtudja, hogy ön nem a klienszünk többé. Hiszen már két éve nem fizeti a költségjegyzéket, és már ismételten ajánlottam az ügyvéd úrnak, hogy pereljük be önt. Szemtelen perszóna. Mondotta Bartos, és dühöngve távozott. Két év alatt az ügyvédi iroda mind a ma férfi kliensei ostromot intéztek ellene, akik délelőtt jöttek, amikor Gárdos a bíróságoknál szaladgált és Éva egyedül maradt az irodában. Éva a délelőttöt a szerelem pásztorjátékainak nevezte. Egy táblát festett, amely írógépe mellett feküdt és ez állt rajta, minden irodai felvilágosítást megadok magán és szerelmi ügyekben ellenben senkinek sem állhatok rendelkezésére. Ha egy férfi bókolni kezdett. Éva a legnagyobb nyugalommal fogta a táblát és felakasztotta a falra. Ez a közönyös mozdulat és a tábla szövege mindig jeges zuhanyként hatott. Évának egyetlen titkos szerelme volt, Pék Sándor. Már az irodába való belépése óta ismerte tetszett neki pék korrekt, hideg fölénye, nagyvilági föllépése, az óriasságnak az a meghatározhatatlan sok mozaikja, amelyeknek együttese azt a férfi ideált alkotta, amelyről Éva álmodozott. Jól ismerte Pék magánügyeit, vagyoni helyzetét, hiszen ő kezelte az örökséggel és bérbeadással kapcsolatos összesaktákat. Mindig örült, ha levelet írtak Péknek, amelyekben különböző felvilágosításokkal szolgáltak neki. Gárdos doktor így szokta aláírni a levelet, őszinte barátsággal üdvözöl, régi hívet doktor Gárdos Mátyás. És ilyenkor Éva nagyon szerette volna Tintával még utána írni, hogy én is sokszor üdvözlöm és szeretném tudni, hogy mit csinál. Éva Ha Pék időnként feljött Budapestre és ellátogatott az irodába, Éva mindig szívdobogást kapott elfogultságában. Boldog volt, ha Gárdos kiszólt az irodából. Kisasszony, kérem a birtok birtokszerződést! Ilyenkor büszke volt, hogy pillanatok alatt megtalálta a kért aktát, és igyekezett még szakszerű kérdéseket is feltenni. Az illeték kiszabási végzésre is szükség van. Hozzam be az új telekönyvi kivonatot is, melyre a bérleti viszony rá van jegyezve. Súlyt helyezett arra, hogy Pék észrevegye, hogy ő nem csak egyszerű gép, szürke és jelentéktelen gépíró kisasszony, hanem dolgozó, intelligens, a munka lényegében is résztvevő ember. Pék azonban ezt nem vette észre. Csak egyszer történt, hogy gárdos doktor húsz pengőt nyújtott át neki. Ezt Pék Sándor küldi magának. Azt mondta, meg akarja köszönni, hogy annyit fáradt az ügyeiben. Éva mélyen elpirult és visszautasította a pénzt. Tessék megmondani Pék úrnak, hogy engem csak a főnököm fizethet meg. Gárdos nagyon furcsa arcot vágott, vállat vont és valami buta magyarázattal visszaadta a pénzt Péknek. Néhány nappal később Pék két gyönyörű bőrkötésbe kötött regényt küldött Évának. És mikor legközelebb találkoztak, éppen annyit mondott pardon, ön a múltkor félreértett, nem akartam megsérteni. A regények gyönyörűek voltak. Mondotta Éva. Úgy. Válaszolta Pék. Örülök. Mondtam a könyvkereskedőnek, hogy válasszon ki két nagyon szép munkát. Éva le volt sújtva. Hát még azt sem tudta, hogy milyen könyveket küldött. És ő titokban azt hitte, hogy ezek a regények finom célzások, a bennük lévő szerelmi történetek, diszkrét üzenetek és vallomások, hogy küldőjük éppen olyan érdekes, nagyszerű lánynak látja őt, mint amilyen a regények hősnője. Nem, lassanként bele kellett nyugodnia, hogy Pék őt észre sem veszi. Egy kicsit mérges és sértődött is volt. Önmagára haragudott, hogy olyan regényesen és bután szerelmes, mint egy múlt századbeli hosszú hajú, ábrándosan kékszemű grecsen. És most váratlanul beállított délelőtt Pék Sándor. Eddig mindig csak délután jött. Évának a szíve a torkáig dobolt és az írógép mellett fekvő festett táblára gyorsan rádobott néhány aktát. Isten mencs, hogy Pék észre vegye. Pék mindebből édeskeveset vett észre. Az ügyvéd urat keresem. Mondotta. Nincs itthon. Válaszolta Éva. De ha talán egy kicsit várni tetszene, esetleg megjöhet. Éva hazudott. Nagyon jól tudta, hogy gárdos doktor csak délután jön az irodába, megmondta, hogy kettőig dolga van a törvényszéken. De vannak ártatlan hazugságok, amelyeket a jó Isten bizonyára megbocsájt egy szerelmes lánynak. Pék ideges mozdulatot tett. Csettintett az ujjával. Kellemetlen. Mormogta. Talán én is elintézhetem. Ismerem az ügyeket. Másról van szó. Nagyon sürgős. Meglehetősen. Holnap elutazom. Lehet, hogy egy-két évig is távol maradok. Éva elsápadt. Alig tudta tűrtőztetni magát, hogy sírva ne fakadjon. Ne tessék elutazni. Mondotta, és a hangja remegett. Majd nem elájult az izgalomtól. Maga sem értette, hogyan csúszott ki a száján ez a vakmerőség. Pál elképedve nézett a reszkető leányra, akinek arca megvonaglott, és a szája sírásra görbült. Nem értem. Mormogta meglepetten. Miért mondta ezt? De Éva nem válaszolt. Kifutott a szobából, és csak néhány perc múlva jött újra vissza. A nők csodálatos dolgokat tudnak véghez vinni két perc alatt, ha gyorsan kell cselekedni. Éva kísírta magát, megmosta arcát, új rúst és púdert rakott fel, és teljesen visszanyerte hidegvérét. Bocsásson meg, Mondotta, mikor visszament a szobába, az előbb kissé értelmetlenül viselkedtem. Azt mondtam, ne utazzon el. Bevallom, a főnökömet féltettem. Tudom, mennyire értékes, kedves kliense, nem akartam, hogy elveszítse önt. Pék arcán, mintha gúnyos mosoly suhant volna át. Éva elpirult. Nagyon ostobának érezte, amit mondott. És én sem akarom, hogy elutazzon. Mondotta vakmerően. Pék megint mosolygott, de ez már másféle mosoly volt, mint az előbbi. És miért nem akarja? Kérdezte kedvesen. Éva lehunta szemét, azt hitte, hogy összedől a világ, de kimondta. Mert szeretem magát? Meglepet csend következett, Péknek megmozdult a szája, valamit mondani akart, de Éva hevesen közbevágott. Kérem, ne válaszoljon! Nagyon fájna, ha bármilyen kedveskedő közhelyet mondana. Talán soha többé nem látom ebben az életben, hát ezért akartam megmondani. Vigye magával az útra, mint egy emléket, vagy dobja el, ha nem ér semmit. És megint elfutotta a szemét a könyv. Pék nagy zavarban volt. Éppen most volt legkevésbé szüksége e féle jelenetre. Minden gondolata, érzése, idegszála az ismeretlen lány felé hajtotta. Nagyon meghatott, nagyon köszönöm. Mondotta kínlódva, remélem, látni fogom mégis éppen ilyen kedves lesz, ha visszaérkezem. Higgy el, büszkévé tettek a szavai. Éva azonban egyszerre megváltozott. Megint a komoly, csak az ügyel törődő hivatalnok lány lett, aki száraz tárgyilagossággal kérdezte. Mit mondjak az ügyvéd úrnak? Hogy majd még felszaladok hozzá. Rendbe kell hoznunk a függő ügyeket, nem akarok semmit sem elintézetlenül hagyni. Éva biccentett. Értesíteni fogom az ügyvéd urat. Pék eltávozott. A lépcsőházban megállt, átvillant a fején, hogy talán meg kellett volna csókolni Évát, elvégre igazán kedves, nagyon csinos, érdekes teremtés, mások bizonyára bomlanának utána. Az ember nem szokott ilyen kalandot elszalasztani. És milyen szép volt, mikor elpirult, hogy égett az arca. Mennyi szenvedély van ebben a lányban. No, lám, ki gondolta volna olyan hidegen, fölényesen járt kelt mindig. Az ördögbe is, pe, hogy a két lány ilyen egyszerre toppant az életébe. De az a másik, az operaházbeli, igazán különb. Nem lehet egy iroda kisasszonyjal pótolni. Tizenkét óra felé végig ment a korzón és szinte meghűlt a vére. Egyszerre szemben találta magát az operaházi ismeretlennel. Ezúttal egyedül volt. Kis Sejen pincsit vezetett pórázon. Szürke kosztümöt hordott, a nyakában két hatalmas ezüstróka lógott, kalapja, cipője a divatlapok elegáns képeikre emlékeztetett, amelyeken minden lebegni látszik. Mintha parfümök könnyű párázatán szállnának az éterben a különböző divatkreációk. A nők izgatottan néztek utána és összesugtak mögötte. E pillanatban ő volt a korzó szenzációja és királynője. Lassan végig sétált a ricctől a Bristol szállodáig, azután megfordult, visszament a vigadó térig és a hangli tavaszi virágzásban illatozó gesztenye fái mellett a vörös marti térre kanyarodott és bement a zserbó cukrászdába. Pék kitartóan követte. Tudta, hogy a nő tudomást vett róla, felismerte és tisztában van azzal, hogy a nyomában van. A cukrász kisasszonyok kórusban üdvözölték, mint egy ismert, kedves vendéget. Érdekes, hogy mennyire rajonganak ezek a szegény, agyondolgoztatott lányok az elegancia minden káprázatába öltözött, szép, pihent asszonyokért. Nincs bennük egy szemernyi irítség sem. Úgy érzik, hogy ők is emelkednek rangban, társadalmi tekintében, ha ilyen előkelő dísznőket szolgálhatnak ki. Pék leemelt egy mandulás süteményt az egyik ezüstáról és közben halkan megkérdezte az egyik kisasszonytól. Ki ez a hölgy? A cukrász kisasszonyok megszokták, hogy az urak és hölgyek egyaránt tőlük kérdeznek egymás felől felvilágosításokat. Külföldi hölgy a Dunapalotában lakik, de jól beszél magyarul. A férjével szokott ide járni. A férje, Gondolta csalódottan pék és nagyon keserűnek érezte a szája ízét. Ez kellemetlen felfedezés volt. E pillanatban nagyon reménytelennek érezte vállalkozását. Féri és feleség egyaránt túlságosan szép és fiatal emberpéldányok voltak. Egymáshoz illők. Amint mondani szokták. Ezek bizonyára nagyon szeretik egymást. Vannak pillanatok, amikor az ember előbb cselekszik, mint gondolkozik. Pék a kábulat és szenvedély zavaros és forró együttesében átment a szalomba, megállt a nő asztala előtt és már valami mentséget, bemutatkozást, magyarázatot akart hebegni, mikor a nő nyugodtan megkérdezte. Megvan elégedve a rólam kapott információval. Láttam, hogy rólam kérdezősködik. A kisasszony talán azt mondta, hogy meg lehet velem ismerkedni. Pék elpirult, megint akart mondani valamit, de a nő megint megelőzte. Üljön le, kérem! Nagyon kínos lenne, ha feltűnést keltenék. Tegyen úgy, mintha régi ismerősök lennénk. Persze, nagy ügyetlenség volt, hogy a kisasszony előtt leleplezte magát. Tegnap este óta kezdte Pék. Tudom, Mosolygott a nő, észrevettem, hogyan nézett a büfében. De azt nem tudja, folytatta hevesen Pék, hogy én maga miatt holnap világgá akartam menni, hogy a magával való találkozásom egyszerre kirobbantotta belőlem az élet céltalanságas reménytelensége felett érzett minden pessimizmusomat. Arra gondoltam, hogy valahol talán én is megtalálom azt a nőt, akinél nem érkezem későn, mint magánál. Tudja, hogy férjem van nem volt nehéz kitalálni. És különben is. Megmondta a cukrász kisasszony. Hát igen, erről van szó. Kérni és figyelmeztetni akarom, hogy kerüljön és ne próbáljon többé hozzám közeledni. Az előbb lehettem volna rideg és elutasító is. De emberismerő vagyok. Hálás vagyok azért a furcsa és rapszódikus hódolatért, amelyet felém viharoztatott. Meg akartam köszönni. De ennél többről szó sem lehet. Ó, Isten őriz! Elhallgatott, szemében rémület látszott. A férjem rettenetes ember. Mondotta alig hallhatóan. Nem boldog. Kérdezte meglepetten Pék. Zsarnok és agyongyötör a féltékenységével. Dél-amerikai. Rio de Janeiroban övé volt a két legelőkelőbb mulató. Amerikában hatagot jelent ez. 32 éves korában már visszavonult az üzlettől és becsavarogta Európát. Élt Nápolyban, Barcelonában, Madridban, Párizsban is elment Bécsbe is. Nyelvzseni. Beszél spanyolul, angolul, franciául, németül, sőt tőlem magyarul is megtanult. Én éppen akkor ott voltam vendégségben a rokonaimnál. Egy este a feminában mulattunk, és ő a mellettünk lévő páholyban ült. Egész este fixírozott. Mint kiderült, mexikói félvérnek nézett. Megtévesztette a barna bőröm, a ravasz kozmetikám, a karcsúságom és a temperamentumom, amelyet perzselőbbnek talált, mint a többi európai nőét. Én is idegenrasznak tartottam. Nem, magyar vagyok, ám bár anyám ereiben spanyol vér folyt. Szóval a férjem még aznap este hozzánk szegődött. Miért legyek álszent? A fiatal lányok szívesen ismerkednek olyan urakkal, akikről előzően bizalmasan megsúgja a kiszolgáló személyzet, hogy unatkozó milliomos, akinek a mulató előtt áll a száz lóerős kedilek kocsia. Egy hónap múlva a felesége lettem és azóta pokol az életem. Sajnos, meglehetősen feltűnő jelenség vagyok, mindenütt megnéznek, és a férjem gyilkosan féltékeny. Miért nem menekül tőle? Miért nem hagyja ott? Ha lehetne? De ismerem. Utánam jönne, felkutatna a világ végén is, és megölne. Nincs az a rendőrség, detektív hadsereg, amely megvédhetne tőle. Gyűlölöm. És ő is engem. De nem tud elhagyni. Néha hirtelen érzékenység vesz rajta erőt, sír, bocsánatot kér tőlem, elhalmoz ékszerekkel és napokig gyengét, kedves. Azután egyszerre minden átmenet nélkül megint fenevaddá változik. Most éppen ilyen szelít hullámvölgyben van, azért vitt el tegnap este az operába is. De nem tudom, melyik percben tör ki belőle megint az őrület. Néha komolyan azt hiszem, hogy elmebajos. Rettenetes? Mondta őszinte részvédtel Pék. A legnagyobb véletlen, hogy ma délelőtt magamra hagyott. Üzleti tárgyalásai vannak. Elhatározta, hogy megint vállalkozó lesz. Mulatót akar nyitni Budapesten. Nagyon megtetszett neki a város. Félmillió dollárt akar befektetni az építkezésbe. Olyan káprázatos táncpalotát akar nyitni, amelyhez hasonló itt még sohasem volt. Szerződtetni fogja a világ leghíresebb táncattrakcióit. Most hatóságokkal, szakemberekkel, építészekkel, impresszáriókkal tárgyal, és így végre van néhány szabad órám. Hirtelen riadtan nézett Pékre. Ha a férjem véletlenül megtudja, hogy beszélt velem, vagy hirtelen elénk toppanna, mondja, hogy rokonom hiszen magyar lány vagyok, ez elhihető. A lány nevem Tárkányi Méri. Ennyit tudnia kell. És most menjen, menjen, kérem. Ígérje meg, hogy még látni fogom. Nem tudom, hogy mikor tárgyal a férjem, mikor leszek ismét szabad. Ez véletlen. Soha sem mondja meg előre. Telefonáljon. Otthon fogok ülni és makacsul várom az üzenetét. Ígérje meg, hogy felhív. Itt a telefonszámom. Titkos. A könyvben nem áll bent. A nő lázasan rejtette el a kis papírszeletet. Jó, majd életjelt adok. De most már siessen. Délután ötkor az előszoba csengője alig, hogy megrebbent. Mintha félő, reszkető kéz érintette volna, türelmetlen és rettegő asszony, aki már alig várja, hogy eltűnjön az ajtó mögött, és közben halálos szorongással néz körül, hogy nem követi-e titokban valaki. De az ajtó már abban a pillanatban kinyílt. Drága, köszönöm, mondta az elragadtatás lázában Pék. A nő megdidergett, és szinte leomlott az egyik karosszékre. Megőrültem, mondotta halkan, nem értem, hogyan tehettem ezt. Dac, lázadás, kalandorság, izgatott a halálos kockázat, meg akartam bosszulni a férjem zsarnokságát. Felugrott és szinte hisztériásan kiáltotta. Hiszen én nem szeretem magát. Miért hívott, mit akar tőlem? Semmi sem akarok, adni szeretnék. Mindent, ami eddig hiányzott az életből. Gyengétséget, alázatot. A nő szemében, mintha köncsillogott volna. Olyan boldogtalan vagyok. Mondotta. Pék hagyta, hat skálázza végig a lámpalázas idegesség minden változatát. Titokban még örült is. Hiszen ez a nagy háborgás az asszony újonc volta mellett bizonyított. Koktélt kevert négyféle erős pálinkából. Ezt már Pesten tanulta az egyik Dunaparti szálloda bármesterétől. Megtöltött két poharat és az egyiket Mérinek kínálta. A nő mohón ivott. Pék ezt is jó jelnek vette. Az asszony is a kellő hangulatba akarja magát ringatni. Gondolta. Csak semmi sietés. Próbálta magának szuggerálni. A mohóság a zöld ifjak szokása, és mindent el lehet vele rontani. Lassú áthangolódás. Egy csészete a még néhány koktél, egy kis édesség. Milyen jó itt! Sóhajtotta Méri, és kinyújtózott a karosszéken. Szemét behunyta, hagyta, hogy a szobalangyos, illatos melege megfürdesse. Pék megindította a gramofont. Már régen feltett rá egy buja havai tangót. Méri gúnyosan mosolygott. Milyen szabályosan felkészült. Milyen megalázó, hogy a nőcsábításnak ilyen pontosan és biztosan adagolható szerei vannak, koktél, ezt Amerika találta ki. Érzelmes dal, az európai gics. Párolgó tea, Japán és Kína gésái vezetik be velük csókjaikat. De mindegy, nem mentegetődzön, hiszen nem sincsen eredetiség. Én is úgy lopódtam fel magához, mint ahogyan más asszony szokta, mikor kedveséhez megy. A keret talán csak ugyan ugyanaz, válaszolta Pék, és egészen közel húzódott Mérihez, de az érzés, szépség, lendület, a vágy, amelyel megtöltjük, mégis csak eredeti és kizárólag a miénk. Új a boldogság, melyet most érzek, új a szerelem, amelyet eddig még nem ismertem. Újabb koktélt kínált, ígyunk, hirtelen szenvedélyes, fájdalmas csókot érzett az ajkán, a fogak szinte vérengző haraggal marcangolták és egy csepp vér budjant ki. Őrült, mondotta boldog meglepetéssel. Ne hidd, hogy szeretlek. Kiáltotta az asszony, csak őt gyűlölöm és menekülni akarok. Te is komisz vagy. Mit akarsz tőlem? Egy hetet vagy egy hónapot az életemből? tőled függ, amennyit nékem adhatsz. Nékem minden kevés lesz. Hazudsz. Esküszöm. Soha sem tetszett még nő jobban. A nő, mint egy duruzsoló leopárt simult a férfihez. Ha filmre örökítik ezt a mozdulatot, világhíresség lett volna belőle. Az ilyen mozdulat elrabolja a nézők álmát, megőríti a férfiakat és a nők ájult irítséggel nézik. Mit tudott te, milyen asszony vagyok én? Hogyan tudnám ölelni azt, akit szeretek? Megéreztem. Ezért akartalak? Egy hete, hogy először láttalak. Azóta minden nap véled lehettem néhány percig. Ezek a percek jelentették számomra az életet és a teljesülést. Minden, ami előttük és utánuk volt, csak a vágyat szította, hogy újra lássalak. És ma, végre itt vagy, itt tartlak a karomban. Újongani tudnék, a világba szeretném kiáltani a boldogságomat, amely kicsordul a szívemből. Nem érzett ellenállást, és szenvedélyesen záporozta csókjait. Az előszoba csengője élesen, brutálisan berregett. Nincs az a jeges zuhany, amely kiábrándítóbban hatna az ilyen váratlan, tolakodó hangnál. Méri riadtan bontakozott ki, és rémülten nézett Pékre. Az ördög vigye el, akárki. Dühöngött a férfi. Nem mozdult. Hát, ha megunják odakint a csengetést, és tovább mennek. De a csengő egyre hosszabban, sürgetőbben és makacsabbul szólt. Aki kint áll, tudja, hogy itthon van. Megölöm a embert. Mormogta Pék, és a haját próbálta gyorsan megfésülni. Kisietett az előszobába, és ajtót nyitott. Csak éppen megnyomta a kilincset, már bevágódott az ajtó, és vad erővel eléje dobbant a férfi, akit az operában látott. A meglepetés borzalmas pillanatában Pék még csak nem is gondolhatott védekezésre. Az idegen bevágta maga mögött az ajtót, a kulcs megfordult a zárban és már zsebre vágta bal kezében közben a revolvert szorította, melyel állandóan célban tartotta péket. Menjen előre! Mordult rá. Azt hiszem, felesleges beszélnünk. A feleségemet akarom látni. Mindenért vállalom a felelősséget. Rendelkezésére állok. Gadogta pék. Ezek a banális szavak jutottak eszébe de fehér volt és jeges kéz szorította össze szívét. A homlokát finom berejték lepte el. Fogja be a száját és mutassa az utat. Válaszolta durván a férfi. Belülről írtózatos sikoltás hallatszott, valami tompa zuhanás csattant. Ne bántson! Jajdult fel a boldogtalan asszony, aki halálfélelmében az asztalt borította fel és úgy próbálta elbarikádozni magát. A férje egy hóhér kegyetlenségével nézte áldozatai vergődését. Úgy mondotta, tehát végre sikerült tetten érnem. Ezúttal nem tudott kiátszani, mint annyi más esetben. Ez az úr hát a szeretője. Esküszöm, nem igaz, még sohasem voltam itt. Nem érdekel, hogy mire esküszik és mit hazudik. Válaszolta a férfi. Bocsásson meg, hallgasson meg. Könyörgött az asszony. A felesége ártatlan. Szólt közbe Pék. A féri gyilkos gúnyjal nézett végig rajta. Hagyjuk a lovagiaskodást. Ezt nem fogjuk ilyen egyszerűen, érzelmes jelenetekkel elintézni. Üljön az asztalhoz. Mozogjon, egy-kettő. Pék engedelmeskedett. Felállította az asztalt. Két széket tett egymás mellé. Az egyikre mériült, a másikra ő a féri néhány pillanatig azzal szórakozott, hogy felváltva, hol az egyiket, hol a másikat vette célba. Pék tudta, hogy valami borzalmas dolog következik. A középkori inkvizíciók jutottak eszébe. Miféle pokoli büntetést eszelt ki ez a beteg lelkű ember? A legegyszerűbb lenne két golyóval mindkettőtöket a pokolba küldeni mondotta. De gondolkoztam a dolgon. Miért kerüljek miattatok börtönbe? Majd másképpen intézzük el a dolgot. Ó, mindjárt bebizonyítom, hogy sokkal jobb féri vagyok, mint gondoltad. Szereted ezt az urat? Rendben van. A felesége leszel. Most azonnal megírja a nyilatkozatot, hogy feleségül fog venni. Hallotta? Itt van a töltőtől, papír, írja a nyilatkozatot. Elismeri, hogy ezt a hölgyet elcsábította, és kötelezi magát, hogy feleségül veszi. Nos, mi az, miért nem ír? Talán nem tartja kívánatos feleségnek? Csak szeretőnek akarta? Vigyázzon, még meggondolhatom a dolgot! Méri hangosan zokogott. Pék, aki lelkemélyéig fel volt dúlva, leírta a nyilatkozatot. A féri átvette, zsebre vágta és helyezlően bólintott. Rendben van. Ezzel eleget tettünk a dolog erkölcsi részének. Én azonban erre a nőre házasságunk ideje alatt legalább 50 ezer dollárt költöttem. Ez az összeg nekem visszajár. Ha eladok egy birtokot, vagy egy vállalatot, a vevő mindazt tartozik megfizetni, amit abba beleruháztam. Ön elrabolta a feleségemet. Tartozik mindazt visszatéríteni, amit én kiadtam rá. Sajnos nem volt olcsó asszony. Ezt majd egyébként ön is tapasztalni fogja. Hát csak állítsa ki a csekket! De hiszen nekem nincs is annyi készpénzem. Tiltakozott rémült Pék. Nem érdekel. Akkor majd eladja a birtokát. Úgy vagyok értesülve, hogy ön igen jól áll anyagilag írjon egy kötelezvényt, amelyben elismeri, hogy 50 ezer dollárral adósom. A nevemet bizonyára tudja, hiszen a feleségem valószínűleg megmondta. De ha talán elfelejtette volna, bemutatkozhatom, Robert Wolsley. Ez zsarolás, hitványrablás. Ordította Pék. És amit öntett? A szonyt rabolni erkölcsösebb dolog, mint pénzt. Csak semmi teketória. Pék dühös mozdulatot tett, de abban a pillanatban eldördült a revolver és Pék kezéből kiesett az átlőtt papírdarab. Ez csak egy kis próba, figyelmeztetés, hogy nem szoktam célt téveszteni. Mondta Walsley. A második golyó az agyát fogja kiukasztani, ha nem engedelmeskedik. Itt van egy új papír. Pék dühös haraggal írta, amit Walsley diktált. Házasság előtt illik rendezni az anyagi ügyeket. Gúnyolódott a szörnyeteg. Hitvány gazember, kiáltotta magánkívül méri, most már látom, hogy mit jelentett a szerelmed. Nyomorult pénzvágy, dollárra váltható érzelmek és indulatok. Volszli oda sem hallgatott. Elvette péktől a kötelezvényt, és nyugodt szemtelenséggel mondotta. Most pedig előleget kérek. Egy kis készpénzt, ha nem értené, hogy miről van szó. Számítok arra, hogy önpereskedni fog, megpróbál kibújni a dolgok alól, elvégre nem tudom, meddig terjedt Gentleman-volta egy elcsábított és tönkretett asszonyjal szemben. Biztos, ami biztos. Adja ide a pénzét. De hiszen ez közönséges utonállás. Rabló, gengszter. Úgy van, Egyáltalában nem akarok másnak látszani az ön szemében. Tehát fizet, vagy nem fizet. Akarja, hogy betörjem a fejét. Kihúzta magát, félelmes izmai kidagadtak ruháiból. Pék meg volt semmisülve. Kinyitotta az íróasztal fiókját, és egy csomó bankjegyet markolt ki belőle. Odadobta Wallsley elé. Volszli nyugodtan zsebre vágta a pénzt. Ezt természetesen levonom az 50 ezer dollárból. És most a viszontlátásra, uram. Az asszony természetesen itt marad. Azt megvásárolta. Méri úgy ugrott fel, mint a hörcsög. Elég volt, kiáltotta magán kívül. Gyalázatos, aljas, szörnyeteg vagy. Hogy képzeled ezt? Mi vagyok én? A jelzőket rád bízom, magad választhatod. Válaszolta derűsen Boszli. Az is a magánügyet, hogy valóban itt maradsz-e, vagy nem? Hozzám semmi esetre sem térhetsz vissza többé. Minden esetre ajánlom, hogy maradj itt. Bajos volna egy száruhában, egyetlen dollár nélkül önálló háztartást kezdeni. Gúnyosan megbillentette kalapját, és eltávozott. Méri úgy zokogott, hogy rossz volt nézni. Telesírta, üvöltötte a lakást. Pék azt hitte, hogy megőrül idegességében. Most gyűlöl. Ugye gyűlöl és utál. Jajgatott méri. Kérem, hagyjon békében, hiszen azt sem tudom, mit tegyek idegességemben, válaszolta ingerülten Pék. Természetesen ebben nem nyugszom meg. Nem vagyok pojáca, akit dróton lehet rángatni a férje a leghitványabb csirkefogója a világnak. Rendőri védelmet fogok ellene kérni. A nő már nem is sírt, hanem üvöltött. Tönkre tesznek egy életre. Meghurcolnak a lapokban. A Dunába ölöm magam. Nyomorultak a gazemberek. És mint egy vadmacska ugrott pék elé. Maga csábított el. Maga hívott ide beleavatkozott az életembe, hízelgett, könyörgött, esküdözött, hogy sohasem hagy el. Szitta a férjemet, azt ígérte, hogy mindenért kárpótol, hogy egy életen át is szívesen kitart mellettem és most az utcára akar dobni, rendőrségre rohan, fellármázza a várost. Hát ezt érdemeltem én. Pék azt hitte, hogy szétpattan az agya. Beleőrül a botrányba. Ránézett a könyvtől maszatos arcú mérire, aki ott szepegett mellette és hízelegve, lágyan simogatta. Ne hagyj el, ugye nem hadsz el. Olyan szép volt, még az acél is megolvat volna csókjának forróságától. Pék érezte, hogy a talaj veszedelmesen inog alatta. Jó, mondotta, egyelőre minden esetre maradjon itt. Én most felsietek az ügyvédemhez meg kell valakivel tanácskoznom a dolgokat. Félek, hogy én már nem vagyok egymagam eléggé okos. Évácska még sohasem szenvedett jobban, mint ezen a délután, mikor Péka lépcsőn való rohanástól elfulladva, valósággal betört az irodába, berohant gárdos szobájába és az izgalomtól, felháborodástól remegve elmesélte délutáni kalandját. Gárdos behívta Évát, aki már szívszorongatva leste a másik szobában, hogy mi lesz ebből. Nem tudta elképzelni, hogy mi történhetett Pékkel. Csak azt látta, hogy egészen ki van kelve magából, és nagy kellemetlensége támadhatott. Kártya vagy asszony, gondolta magában. Az ügyvéd szobájában Pék még mindig nem csillapodott le. Fel és alá, rohant, mint aki önmaga elő szeretne menekülni. Gárdos doktor pedig már századszor ismételgette: Hát ez, kérem, kellemetlen, nagyon kellemetlen! Azután Éva felé fordult, és azt mondta: Üljön le, kisasszony, lediktálom a tényállást! Éva viharedzett gyorsíró volt, de ezúttal ugyancsak remegett a ceruzája. Borzalmas volt leírni a rémregényt, melyet Gárdos doktor éppen olyan rideg, hivatalos stílusban diktált, mintha csak egy adásvételi szerződésről lett volna szó. Hangsúlyozom, diktálta Gárdos doktor, mintha pék szavait idézné, hogy az illető hölgy teljesen szabad elhatározásából jött fellakásomra, semmiféle cselt, kényszert nem alkalmaztam, őt tévedésben nem tartottam a lakáson közöttünk semmiféle bensőbb viszony nem fejlődött. Éva megkönnyebbülten sóhajtott fel. Mindössze néhány csókot váltottunk. Éva ismét fájdalmasan szorította össze Ajkát, és a ceruza mellől szemrehányó pillantást vetett Pékre, aki azonban azt észre sem vette. Ekkor hirtelen becsöngetett, és az ajtónyitásra valósággal berontott egy idegen, kezében revolvert szorongató egyén, aki magát a hölgy férjének nevezte, és életveszélyes fenyegetéssel először házassági, majd 50 ezer dollár tartozást elismerő nyilatkozatot zsarolt ki tőlem, végül elszedte 3400 pengő készpénzemet, és a hölgyet a lakásomon hagyva távozott. Éva elsápadt. Érezte, hogy a szeme könnyes lesz. A nő tehát ott maradt. Köszönöm, kisasszony! Mondotta Gárdos doktor, kimehet. A tényállást gépelje le. Éva majdnem meghalt a kíváncsiságtól, hogy mi történt azután. Mi van a lakáson hagyott nővel? De sajnos hallgatnia kellett szédülve ment vissza írógépéhez és maga is elszörnyedt, hogy milyen értelmetlen, helyesírástól hemzsegő szavakat kopogtat. Az ügy világos. Tiszta zsarolás. Megteszem a büntető feljelentést. Mondotta Gárdos. Pék azonban nem találta ilyen nagyon egyszerűnek a dolgot. Jogilag talán igaza van ügyvéd úr, de itt másról is szó van. És pedig, Szeretem az asszont. Gárdos doktor vállat vont és széles gesztust csinált. Ja úgy? Az persze egészen más. Péket bosszantotta, hogy az ügyvéd ilyen egyszerűen belenyugszik a dologba. Vitatkozni szeretett volna. Érvekkel akarta meggyőzni Gárdost, hogy az asszonynak semmi köze az egészhez, éppen olyan áldozat, mint ő. Ez esetben, mondotta gárdos doktor, leghelyesebb lesz kiegyezni. Azt hiszem, Mr. Wolslit nem lesz nehéz bizonyos engedményre bírni. És mi lesz Wolslinéval? Feleségül veszi. Pék kétségbe mozdulatot csinált. Ez a legnehezebb probléma. Eszemben sincsen nősülni. És főleg nem szándékozom parancsszóra rohanni az anyakönyvezetőhöz. Ez tönkretenné minden illúziómat. Én természetesen csak egy kellemes kalandra gondoltam. Gárdos doktor nyugodtan szívta cigarettáját. Egyelőre ez a kérdés nem is olyan sürgős. Hiszen előbb Volszlinét el kell választani a férjétől. A válóper befejeztéig még sok minden történhetik. Éva jött vissza a szobába. A szeme piros volt a sok zsebkendő dörzsöléstől. Kérem, mondotta, a tényállásba nem írtuk be, hogy hol lakik Wolseley Robert. A Dunapalotában. Válaszolta Pék. Éva eléje tette a legépelt tényállást. Méltóztassék aláírni. Mondotta, és majdnem újra elsírta magát. Pék odakanyarította a nevét, és azt mondta. Hazasietek. Az a szerencsétlen asszony még valami kárt tesz magában. És elrohant. Fél hétkor, mikor befejezték az irodai órákat, Éva levetette irodai köpenyét, fejébe nyomta sikkes kiskalapját és odaállt Gárdos elé. Kérem ügyvéd úr, szeretnék két heti szabadságra menni. Gárdos doktor megrökönyödve nézett Évára. De kérem kisasszony, az lehetetlen, ilyen váratlanul, éppen most, mikor a legnagyobb munkában vagyunk. Ragaszkodnom kell a kérésemhez, ügyvéd úr. De hát, mi lelte? Mi baja van? Éva alig tudott válaszolni, a sírás folytogatta a szavát. Kérem, ne tessék kérdezni, nem válaszolhatok. Kimerültek az idegeim, nem tudok dolgozni. Majd elküldöm helyettesnek egyik megbízható barátnőmet. Maga szerelmes. Kiáltotta bámulatos invencióval gárdos. De Éva már nem is válaszolt. Kirohant az ajtón és eltűnt a folyosón. Amikor Pék visszaérkezett a lakására, Méri még mindig a nagy klubfotőjben ült. Azok közé a nők közé tartozott, akik megszépülnek, ha szomorúak. Mikor Pék a szobába lépett, felsikoltott, felugrott és úgy nézett a férfira, mintha annak szavától függne élete, boldogsága, mindene. Megnyugodott. Kérdezte Pék. Méri hevesen rázta a fejét. Nem. Kétségbe vagyok esve. Halálosan szégyellem magamat. Kimondhatatlanul sajnálom, hogy magának ennyi bajt és kellemetlenséget okoztam. Pék mosolyogni igyekezett. Remélem, hogy annál édesebb kárpótlást szánt mindezért. Méri riadtan nézett rá. Hogy érti ezt? Kérdezte és önkéntelenül hátralépett. Pék meghökkenve és kissé ingerülten követte ezt a mozdulatot. A férje az előbb meglehetősen busás váltságdíjat fizettetett. Láthatta, hogy minden áldozatra képes vagyok, csak hogy az enyémnek mondhassam. És azt hiszi, hogy engem el lehet adni? Hogy belemegyek ebbe az aljas játékba. De hiszem, mielőtt a férje jött, akkor még szabad akaratomból cselekedtem. Egyforma fegyverekkel álltunk egymással szemben. De most maga a rabszolgatartó jogán követel. Pék könyörgésre fogta a dolgot. Ne kergessen az őrületbe, méri! Látja, hogy szenvedek! Szeretem magát! Nem a megvásárolt jogon, hanem őszintén, egész lelkemmel, a legbecsületesebb és legforróbb érzéssel akarom. A nő hálásan ragadta meg a kezét. Igazán! Feleségül veszel! Igen, hogy ne majd a vállóper után beszélünk erről! Át akarta ölelni, de a nő kisiklott. Most már nem szabad hozzám érned. Nem lehetek a szeretőd. A menyasszonyod vagyok. Pék legszívesebben a földgolyót rúgta volna kilába alól dühében. Micsoda ötlet ez! kiáltotta leplezetlen felháborodással. Ha hozzám nyúlsz, megölöm magam! kiáltotta a nő. A hatalmatban vagyok, férjemhez nem mehetek vissza, nincsen pénzem, hogy szállodába költözzem, kénytelen vagyok, vagy kiugrani az ablakon, vagy itt maradni. Ha megtűrsz, maradok, ha nem, meghalok. De csak az esküvőnk után leszek a Tiédő. Pék még sohasem volt ilyen kelepcében. Maradhatsz, mondotta, majd én költözöm szállodába. De miért? Hiszen három szobád van úgy élhetünk egymás mellett, mint a testvérek. Nem, köszönöm, én ezt nem bírnám ki. Kiáltotta Pék. És lázasan csomagolni kezdett. A Dunapalota legújabb vendége egy nagyon csinos, szerény eleganciával öltözött magányos fiatal lány volt. A bejelentő lapon Regős Évának írta magát. A portás, akinek igen nagy emberismerete volt, azt mondta. Szerencsevadász? Filmszínésznő szeretne lenni, vagy maharadzsa felesége? A fiatal hölgyek valamennyien ilyen egzotikus szerencsében reménykednek, mikor ide költöznek. Reggel életveszélyes végig menni a hallon. Minden karosszékben egy elszánt és mindenáron karrierre éhes hölgy ül. Ez a lány, amint látom, Walsley urat szemelte ki valóban Éva kitartóan mindig felmerült Wolszli közelében. A reggelit az ő asztala mellett fogyasztotta, ebédnél megint a szomszédságában tűnt fel és bármikor, bármilyen időben jelent meg Wolszli, Éva véletlenül ugyanakkor érkezett az étterembe. Két napóta tartott a néma harc. Éva legizzó pillantásait lövelte Wolszli felé, aki azonban ügyet sem vetett rá. Ellenben a második napon délben azt mondta a főpincérnek: Figyelmeztesse azt a hölgyet, hogy untat a kacérkodása. A főpincér ezt persze nem így mondta visszaívának, hanem tapintatosan arra kérte, hogy talán méltóztatna egy másik helyre ülni, mert úgy látszik, hogy az az úr félreérti, és a hölgynek ez bizonyára kellemetlen. Éva csak ugyan felállt, de a főpincér legnagyobb megrökönyödésére nem azért, hogy máshová üljön, hanem egyenesen volszli asztalához ment. Teremtő Istenem, micsoda botrány lesz itt. Gondolta az elegáns főpincér és a lába gyökeret vert a rémülettől. Hallom, uram, hogy kifogása van ellenem. Mondotta nagyon kedvesen Éva volszlinek. Kérem, nékem semmi dolgom nincsen a hölgyel. Mondotta zavartam volszli, akit láthatóan meglepett ez a bátor fellépés. És kénytelen volt megállapítani, hogy Éva rendkívül csinos. Igaza van, nékem van önnel dolgom. Bevallom, nem szép öntől, hogy nem szólított meg eddig és bevárta, hogy én menjek az asztalához. De hát mit akar tőlem? Kérdezte megrökönyödve volszli. Hogy segítsen karriert csinálnom. Hallottam, hogy ön a híres mulató király, és hogy Pesten is mulatót akar nyitni. Ki mondta ezt? Kérdezte határtalan meglepetéssel Walsley. Hiszen én erről senkivel sem beszéltem. Kivéve a feleségével. Ön ismeri a feleségemet. Nem, de azt az urat, aki az ön volt nejének a jövendőbeli férje, és akinek mindezt elmondta ő nagysága. És az a férfi mindent elmondott nekem. Kényszerből tette. Mert nékünk kettőnknek súlyos elintézni valunk volt. Az az úr ugyanis az én vőlegényem volt. Á! Volszli felkiáltása a legkülönösebb vegyüléke volt a csodálkozásnak és az ijettségnek. Tessék helyet foglalni! Mondotta. Végre, hogy eszébe jutott. Mosolygott Éva. Szóval látom, hogy már kezdi érteni a helyzetet. Ön nekem elégtétellel tartozik uram, mert az önfelesége dúlta fel az életemet és döntötte romba egész jövőmet. Bevallom, eleinte bosszú törtem a fejemet, és amint láthatja, olyan lány vagyok, akiben van bátorság végrehajtani azt, amire elszánta magát. De azután nyugodtabban mérlegeltem a helyzetet, és arra gondoltam, hogy okosabban is megoldható a helyzetem. Keresztbe csapta a lábát, és mint akinek egyáltalában nem sürgős a dolog, cigarettát vett elő és rágyújtott. Hagyta, hogy a férfi elhőve és megdermedve lesse, mi következik. A főpincér, aki néhány lépésnyi távolságban állt, szemtelenül mosolygott és a kezével olyanféle mozdulatot tett, mint aki gratulál. Elfordult és nagy fejcsóvágatások között ment tovább. Hol is hagytam el? kérdezte Éva. Ja igen, fontolóra vettem minden körülményt és rájöttem, hogy egészen kellemes megoldás kínálkozik számomra. Már régen szerettem volna artista lenni. Remek táncos vagyok. Tanultam akrobatikát, különb vagyok bármelyik professzionistánál. De nem tudtam, hogy startoljak. Mert ugyebár minden a sztártól függ. Az első sikernek, reklámnak kell szenzációsnak lenni. Nos, erről fog öngondoskodni. Én leszek a mulatójának legnagyobb attrakciója. A felesége romba döntötte az egyik életemet, ön pedig felépíti a másikat. Remélem, ezt ön is rendben valónak találja. Volszlinek önkéntelenül mosolyognia kellett. Be kell vallanom, ezt nagyon ravaszul eszelte ki. Egyelőre azonban a pesti mulató még csak terv. Ó, nekem egészen mindegy, ha Buenos Airesben nyitja, én oda is elmegyek. Én mától kezdve nem tágítok ön mellől. Súlyt helyezek arra, hogy az oldala mellett lássanak. Egy jövendőbeli színésznő legjobb ajánló levele az igazgató barátsága. De kérem, hogy képzeli ezt. Nekem ezer tárgyalásom, elfoglaltságom van. Ezt természetesen tisztelem. De naponta, mondjuk esténként, néhány órát csak szánhat nekem. Ennyi kártérítés feltétlenül megillet. Hiszen ön is híve az ilyen igazságos megoldásnak. Walsley arca fenyegető lett. Öngúnyolódik. A legkomolyabban beszélek. Mint nő sem tűrhetem, hogy nevetségessé váljak. Engem a vőlegényem elhagyott az önfelesége miatt. Be akarom bizonyítani, hogy vagyok olyan asszonyi érték, mint ő nem hiszi. Olyan édesen nézett Volszlire, annyi sugárzó báj, leányos kedvesség volt a pillantásában, hogy a férfi megzavarodott. Maga még tapasztalatlan gyermek. Nem magának való az ilyen kaland, mormogta. Kára vitatkozásért, Mr. Volszli. Ragaszkodom magához, természetesen nem szerelemből. A vőlegényem alaposan megtanított arra, hogy a szerelem ostobaság. Én is önző és okos leszek. És ajánlom, ne csináljon botrányt, mert én mindenre el vagyok számba és biztosítom, csak maga járna rosszul. Nyugodtan kivette táskájából a tükröt és púderes dobozát és egy kis rúst rakott fel. Kérem, rendelje meg az ebédet nagyon szeretem a rántott harcsát. Együk azt előételnek. Életünk néha veszedelmesen hasonlít a lavinaomláshoz. Megindul bennünk a szenvedély egy jelentéktelennek látszó kis hulláma, azután lassanként nő, dagad, mindent eláraszt, piros áradatába borítja agyunkat, kiszorítja álmunkat, étvágyunkat, megfullasztja munkakedvünket, megfertőzi és vörös iszapjába temeti erkölcsi érzésünket. Ilyen örvények felé tántorgó, megmérgezett lelkű, bomlóidegű ember lett Pék Sándorból is. Végzete lett az asszony, akit reménytelenül ostromolt. A helyzet már egészen fantasztikus és a távolállók szemében talán komikus is volt. Pék ugyanis elköltözött tulajdon lakásából. Nem bírta az asszony gyötrelmesen izgató közellétét. Szállodában lakott, de a nap minden órájában felrohant Mérihez, hogy az őrjöngő kétségbeesés lázában próbálja újra engedékenységre bírni. Méri remekül értette, hogyan kell a férfi lángolását egyre magasabbra szítani. Kedves volt, csókjaival árasztotta el Péket, megjátszotta, hogy ő is szenved. Walsley elküldötte ruháit, és minden nap más ruhában fogadta a férfit énekelt neki, mulatságos, temperamentumos, elragadó asszon volt. De a refrén mindig ugyanaz maradt, majd csak házasságunk után leszek a tied. De a válóper nem indulhatott meg. Volsli, aki úgy látszik, észrevette, hogy Pék milyen tébolyultan szerelmes, hidegvérűen kihasználta a helyzetet. Semmiféle egyezkedési tárgyalásba nem bocsájtkozott. Merevel ragaszkodott az ötven ezer dollárhoz. Pék, aki már teljesen elveszette józanságát, semmivel sem törődött. Utasítást adott, hogy adják el birtokát. Gárdos doktor kétségbe volt esve. Valósággal könyörgött, hogy ne rohanjon nyitott szemmel a vesztébe. De Pék hajt hatatlan volt. Ha Méri nem lesz az enyém, megölöm magam. Akkor hát inkább vesszen a birtok. De hát miből fog élni? Marad még elég pénzem. Annak a kamataiból bőven telik mindenre. Azt hiszi? Ilyen asszony mellett. Aki megszokta, hogy luxusszállodákban éljen, szemrebben és nélkül fizessen ki ezreket ruhákra és bundákra és természetesnek találja, hogy száz pengőn alul nem lehet megvacsorázni. Hát akkor lesz legalább egy szép évem vagy fél évem, mindegy. A többivel nem törődöm. És különben is téved, ügyvéd úr. Nem ismeri ezt az asszonyt. Esküszöm, csupa szív, sugárzó okosság és szeret engem. Ha látná, mennyire kedves, figyelmes és mennyi gyengétséggel halmoz el. Egy pillanatra elhallgatott, az emlékek forról rohanták meg. Ha tudná, milyen szavakat mond nekem, hogyan csókol. Bizonyos abban, hogy csak ugyan szereti magát. Bék -meg nézett az ügyvédre. Természetesen. Ezt nem lehet megkomédiázni, az ember ezer apróságon érzi meg, hogy amit kap, tokai a szó. Ne beszéljünk erről, ügyvéd úr. Ön, aki még sohasem találkozott hasonló asszonnyal, úgy sem érthet meg. Egyetlen kérésem van, hajtsa keresztül minél sürgősebben a válópert. Nem törődöm a költségekkel, semmi sem érdekel. Minden követelését teljesítem Bolszlinek. Nékem csak az asszony fontos. Az ügyvéd még ellent akart mondani, de Pék olyan rettenetes arccal nézett rá, hogy magába folytotta mondani valóját. Vállat vont. Elvégre Pék felnőtt ember nem erőszakolhatja rá gyámságát. És úgy látszott, hogy ezen az ügyön nagyon szép pénzt lehet keresni. Voszli legszívesebben egy kanál vízbe folytotta volna Évát. Ilyen elszánt, tolakodó, kellemetlen leányjal még sehol a világon nem találkozott. A legédesebb mosolyjal ült most már minden nap az asztalához, illetlen módon érdeklődött az iránt, hogyan haladnak az ügyek, megigazította Walsley félrecsúszott nyakkendőjét, megkérte, hogy viseljen szálmakalapot, mert az elegánsabb, beleszólt abba, hogy milyen cigarettákat szívjon, és egészen diszkréten érdeklődött, hogy milyenek a szívügyei, kinél keres vigaszt, miután elvesztette az asszont. Ez azonban még semmi. Néhány nap előtt Wolseley szobájában ült, amikor az ajtaján halkan kopogtak. Legnagyobb elképedésére Éva nyitott be hozzá. Hát ez már sok? Kiáltotta felháborodva a férfi. Éva kíváncsian nézett körül és ragyogó arccal mondta. Meg akartam nézni, hogyan lakik. Nézze, kisasszony, mondta dütől reszketve Wolseley, ön arra kényszerít, hogy udvariatlan legyek magához hát vegye tudomásul, hogy torkig vagyok a dolgaival. Unom, hogy folyton zavar, rámerőszakolja a társaságát. Nem óhajtom ezt az egyoldalú barátságot folytatni. Érti? Nem akarom. Igen, veszem észre. Mondta finom gúnyaléva, látom, hogy másfelé érdeklődik. Ebben a szobában nem régen járt egy nő a parfümje még itt remeg és látja, az ajak festékét is itt hagyta. Úgy látszik, váratlanul megzavarták és gyorsan távozott. Wolsley elsápadt. Olyan dolgokba avatkozik, melyekhez semmi köze nincsen. Kiáltotta dühösen. Mindaddig nem tűnök el, ameddig sorsomról nem gondoskodott. És ne fárassza magát. Akármit mond, nem sértődöm meg sajnos nem engedhetem meg azt a fényűzést, hogy érzékeny legyek. Wolszli kétségbe volt esve. Hát mit akar? Pénzt? Mennyiért hajlandó végre eltűnni? 25 ezer dollárért. Megőrült. Miért? Maga 50 ezret keres a válláson. Ennek fele jogosan engem illet, mert én éppen olyan érdekelt fél vagyok, mint maga. Volszli félt, hogy gutaütést kap. Nem akarta tovább folytatni a vitát. Jó, majd holnap beszélünk erről. Alright, tehát holnap! mondotta Éva. A viszontlátásra. És mosolyogva kiment a szobából. De abban a pillanatban, mikor a folyosóra lépett, a mosoly egyszerre eltűnt az arcáról, elgyötört és szenvedő lett, az alakja meggörnyedt, mintha a nagy akaraterővel gyűjtött energia egyszerre kiszállt volna belőle. Óvatosan körülnézett. Egy hatalmas legyező pálma mögé húzódott. A folyosó erészén apró szalonok, elegáns fülkék sorakoztak egymás mellé. Dohányzó, olvasó és írószobák. Ilyenkor üresek voltak. Évának szinte hallhatóan dobogott a szíve a nagy izgalomtól. Érezte, hogy nyomon van, valaminek történnie kell. Sokáig állt, feszült idegekkel, mint a vadat szimatoló kopó. Lassan múltak a percek. Éva már véres csíkokat hasított körmével a tenyerébe türelmetlenségében akkor végre nagyon lassan, óvatosan kinyílt Walsley ajtaja, és Volsli kémkedett ki. Egy pincér haladt arra. Volsli megvárta, amíg eltűnt az oldalfolyosón, azután intett. A következő pillanatban egy lefátyolozott, feltűnően elegáns nő osont ki a szobájából, és gyorsan eltűnt a lépcsők irányába. Éva nem követhette, mert Volsli még mindig az ajtóban állt, és a nő után nézett de Éva már így is eleget tudott. Szobájába sietett és várakozott. Néhány perccel utóbb a szálloda egyik egyenruhás bolya kopogtatott be. Éva élénken ugrott fel. Mi újság, baby? Kérdezte. Mr. Wolsley éppen e pillanatban telefonált a portásnak, hogy felmondja a szobát és azonnal tovább költözik. Gondoltam. Mormogta Éva és gyorsan ő is csomagolni kezdett. Pék diadalmasan lobogtatott kezében egy táviratot. Szerelmem kiáltotta lelkesen Méri felé, itt az értesítés, eladták a birtokot. Néhány nap múlva kezemben a pénz, kifizetem a férjedet és megindítjuk a válópert. Odaborult az asszony elé és átölelte. Hiszed már, hogy szeretlek? Hát nem látod, milyen boldogan hozok meg érted minden áldozatot. Méri meghatva simogatta a férfi arcát. Édes! Köszönöm! A férfi könyörögve fogta a kezét. Légy jó hozzám! Nézz rám, a sápat arcomra! Tíz kilót fogytam két hét alatt. Belehalok a vágyba, szerelembe. Ha akarod, a megmaradt vagyonomat a nevedre iratom. Még mindig kételkedsz abban, hogy feleségül veszlek. Most már hiszem, Sándor. Akkor hát. Az asszony a férfi szájára tapasztotta kezét és érzéki, forró hangon súgta. Ha megindult a válóper, elutazunk. Elmegyünk Olaszországba, Kapriba vagy Szicíliába. És akkor minden úgy lesz, ahogyan te akarod. A férfi túláradó boldogsággal ugrott fel. Köszönöm. Édes. Újongva kapta karjai közé és könnyezve csókolta. Szeretsz? Imádlak. Hát nem érzed. Bolond. Hiszen nékem is fáj, hogy ennyire szenvedsz. De majd meglátod, milyen boldogok leszünk. Sohasem fogom elfelejteni, mennyire jó voltál hozzám. Pék szinte extázisban volt ha siettetni tudnám a napokat. Minden perc a végtelenséget jelenti utazásunkig. Én éppen ilyen türelmetlenül várom, hogy új asszonyá legyek. El akarom felejteni a múltat, a kiábrándulásomat. És csak ugyan, az elkövetkezett napok alatt úgy látszott, hogy Méri teljesen megváltozott. Ne ejtsd ki többé előttem Volszli nevét, kérlelte Péket. Halottnak tekintem, eltemettem múltammal együtt. Csak te létezel számomra ezentúl. Pék úgy érezte, hogy rózsaszín fellegekben jár, az élet szinte valószínűtlenül szépnek tűnt fel előtte. Naponta telefonon és táviratokban sürgette a pénzküldését. Végre ez is megtörtént. Gárdos doktor telefonált, hogy a pénz megjött. Pék majdnem eszét vesztette boldogságában nyomban felhívta a szállodából, ahol lakott, a tulajdon lakását, melyet Mérinek engedett át. Halló, te vagy a szívem! Óriási öröm hír! Megjött a pénz! Talán még ma kifizethetem férjedet, akiratba foglalunk mindent és holnap vonatra szállunk. Most nem tudok tovább beszélni, drágám, rohanok az ügyvédemhez. Még hallotta Méri örömkiáltását, mintha gratulált és csókokat küldött volna. Azután lerohant a lépcsőkön, autóba vágta magát, és Gárdos doktorhoz sietett. Gárdos doktor emberevő kedvében volt. Rengeteg bosszúsága volt az utóbbi hetekben. Irén kisasszony, aki téva helyettesének állított be maga helyett, nem ismerte az ügyeket, mindent külön kellett megmagyarázni, ami a meglehetősen kényelmes embert vérig bosszantotta. Azon felül ügyvédi lelki ismeretét sem érezte egészen tisztának. Sehogy sem találta rendben a pékféle ügyet. Becsületessége azt súgta, hogy meg kell mentenie a szenvedétől elvakult fiatalembert. Néha még megkockáztatott néhány gyáva megjegyzést, de hamarosan belátta, hogy ezzel semmire sem megy. Pék olyan szerelmes és boldog volt, hogy úgy látszott, nincs az a földi hatalom, amely jobb belátásra bírhatná. Persze azért lehetett volna erélyesebb eszközökhöz nyúlni, például titokban fellármázni a rokonságot rávenni őket, hogy indítsanak gondnokság alá helyezési eljárást Pék ellen, akinek határtalan könnyelműsége és korlátozott beszámíthatósága ebben az ügyben nyilvánvalóvá lett. De ezen a ponton gárdos doktor erélyessége elbukott. Különféle gátlásai voltak és végül is közömbös álláspontra helyezkedett. Lesz, ahogyan lesz. Keres az ügyön vagy tíz ezer pengőt de amikor megérkezett a pénz, megint nagyon ideges és nyugtalan lett. És életében először történt, hogy bár már két napja páncélszekrényében őrizte a vagyont, nem értesítette erről péket, noha tudta, hogy az milyen remegve és türelmetlenül várja a pénzt. Gárdos valósággal bűntásnak érezte magát, éjszaka nem aludt, ingerült és mérges volt, csapkodta az asztalon lévő aktákat, indokolatlanul óriási patáliát csapott, mert Irénke állítólag későn közölte vele, hogy egy kliens kereste. Irénke bőgött, mire Gárdos még dühösebb lett, becsapta az iroda ajtaját, szitta a világ valamennyi megőrült kliensét, akik gaztetre kényszerítik az ügyvédeket és telefonom felhívta Péket. Ekkor illedelmesen kopogtak az ajtaján. Tessék! Mondta Gárdos. Az ajtó kinyílt, és Éva lépett be. Az irodai zubbony volt rajta, kezében egy seregaktát szorongatott. Pontosan úgy festett, mintha egyáltalában egy percre sem távozott volna az irodából. Gárdos megörült. Valósággal fellélegzett. Legalább egy okos, megértő kis ember lesz ismét körülötte. De azért úgy tett, mintha még mindig nagyon mérges lenne. Az emberek nem tudnak könnyen átnyergelni egyik hangulatból a másikba. Miért kopogott, kérem? Mióta szokás ez nálunk? Vagy már annyira idegennek érzi magát? Hallottam, hogy az ügyvéd úr telefonált. Gárdos arca megint elborult. Igen, a pékügyben. Szeretném már lerázni a nyakamról. Azt hiszem, ha lebonyolítottam, elutazom néhány napra pihenni. Hogyan áll az ügy? Kérdezte látszólag közömbös hangon Éva. Megjött a szegény őrültnek a pénze. Néhány óra múlva az ablakon fogja kidobni. Én még ilyen szerelmes állatot nem is láttam. Mondja, hogyan vesztheti el valaki ennyire az eszét? Hogyan lehet valaki ennyire szerelmes? A szerelem gyönyörű dolog, ügyvéd úr! A legszebb, legjobb, legokosabb a világon! Ehhez azonban nem méltózték érteni. Gárdos doktor gúnyosan nézett végig Éván. Ja persze, egészen elfelejtettem. Magának is van valami titkos szerelme. Éva rejtélyesen mosolygott azt hiszem, nem sokára egészen nyílt titok lesz. De van egy egészen sürgős és fontos kérésem, ne tessék Pék úrnak átadni az 50 ezer dollárt. Gárdos szeme kerekre nyílt a csodálkozástól. Miért? Kérdezte. Mert az a pénz az én hozományom. Gárdos rémült mozdulattal zuhant a karosszékébe, valósággal elsápadt és az ajka némán mozgott, mint a buta ütötteké. Éva észrevette ezt, és mosolygott: Nem, ne tessék megijedni, nem őrültem meg! Abszolút az eszemnél vagyok! De ebben a pillanatban még nem nyilatkozhatom bővebben. Én a kétheti szabadságomat nagyon termékeny megfigyelésekkel töltöttem el. És azt hiszem, hogy Pék úrnak még ma óriási meglepetéssel fogok szolgálni. De ismétlem, ügyvéd úr, legalább 24 óráig tartsa még vissza a dollárokat. De már megmondtam, hogy itt vannak. Találjon ki valamilyen mesét, hogy miért nem adhatja ki. Mondja, hogy a vevő telefonált, hogy a pénz mindaddig visszatartandó, amíg a telekkönyvi bíróságtól nem érkezik vissza a bekebelezést elrendelő végzés. Gárdos őszinte bámulattal nézett Évára. Mindig tudtam, hogy nagyon okos lány, de hogy ennyire. Éva nevetett. Látja, ezt a csodát is a sokat szidott szerelem követte el. Csengettek. Pék érkezett. Csak úgy lelkendezett a lépcsőn való rohanástól. Évát észre sem vette. Arca sugárzott a boldogságtól. Itt vagyok, doktorkám. Végre, hogy itt a pénz. Most azután gőzerővel fekszünk a dolgoknak. Most azonnal, mind a ketten elrohanunk Wolseleyhez, átadjuk a pénzt, nyilatkozatot veszünk tőle, hogy beleegyezik a vállásba, aláíratjuk vele az ügyvédi meghatalmazást, és ha lehet, még délelőtt beadja a bontópert. Gárdos doktor meg sem mozdult. Sajnálom, kedves Pék úr, váratlan akadály támadt. Még egy-két napig várnia kell. A vevő telefonált. És elmondta azt a kis mesét, melyet az imént Éva talált ki. Pék volt sújtva. Valósággal megsemmisült. Rettenetes. Mondotta. Borzasztó kínos ezt mérivel közölnöm. Még azt hiszi, hogy talán meggondoltam a dolgot és kifogásokat keresek. Letörve ült a telefonhoz. Gárdos és Éva diszkréten a másik szobába vonultak. Drágám, mondotta Pék, mikor Méri jelentkezett, egészen le vagyok sújtva. Képzeld, az ügyvédem éppen most közölte velem, hogy a pénz ugyan itt van, de még várnunk kell egy-két napig. Valami akadály jött közbe. A vevő akadékoskodik, egy ostoba kis formasághoz ragaszkodik, amit egy napon belül el lehet intézni a bíróságnál. Ugye, megértesz és nem haragszol szívecském. Boldogtalan vagyok. Nem, most nem is megyek fel hozzád. Olyan ideges vagyok, hogy majd nem megőrülök. Autóra ülök és magam utazom le a ceglédi telekkönyvi bírósághoz. Nem nyugszom, amíg mindent el nem intéztem. Nem bízom senkiben. Személyesen sürgetem ki a végzést. Legkésőbb holnap délre minden el lesz intézve, és holnap délután ismét itt leszek. A viszontlátásra, drágám! Sajnálj egy kicsit! Ha látnád, milyen kétségbe esett vagyok. Egy percig sem tudnék Pesten maradni. Vigyázz magadra! Igyekez kellemesen szórakozni, és a viszontlátásra holnap délután. Letette a hallgatót, és megtörölte homlokát. A nyitva felejtett ajtón Éva lépett be sugárzó arccal. Bravo, mondotta elragadtatva, ezt remekül csinálta. Pék megütközve nézett Évára. Bocsánat, hogy érti ezt? A nyitott ajtón át végig hallgathattam a telefont, és mondhatom, hogy az elutazási trükk remek volt. Micsoda trükről beszél? Miféle szavak ezek? Kikérem magamnak, kisasszony ön ugyanis, mondotta angyali mosolyjal Éva nem fog elutazni. De nagyon jó, hogy ő nagysága ebben a hitben van. Pék megint valami gorombasággal akart válaszolni, megbotránkozva nézett gárdos doktorra, aki látható zavarban állt Éva mellett, de Éva mindkettőjüket megelőzte. Pék úr, mondotta olyan komolyan és határozottan, hogy a szavakból kicsendülő energia mindkét férfit meglepte, ön most lesz szíves, lemegy a kávéházba, elszív néhány cigarettát és megiszik néhány pohárka konyakot. Szüksége lesz rá. Nekem még bizonyos előkészületeket kell tennem egy utazáshoz, amelyet kettesben fogunk megtenni és amely sokkal rövidebb lesz, mintha ceglédig autózna. Mindössze egy körúti szállodáig megyünk, ahol felkeressük Walsley urat. Mit beszél? Képet elpék. Ez a találkozás rendkívül fontos és azt hiszem, igen nagy meglepetéseket rejteget. Többet nem mondhatok, de saját érdeke, hogy bízzon bennem és feltétlenül engedelmeskedjen. Most kérem, tessék engem egyedül hagyni a szobában. Fontos és bizalmas telefont kell leadnom valakinek. Pék megrökönyödve és teljesen megzavarodva nézett Gárdosra. Azt hiszem, felelte a néma kérdésre Gárdos, legjobb, ha csak ugyan azt teszi, amit a titkárnőm mond. Ragyogó koponya, kivételesen értékes lány. Mindig tudja, hogy mit beszél. A szálloda lépcső labirintuszában Éva bámulatosan kiismerte magát. Úgy mozgott, mint aki már alaposan tanulmányozta a terepet. A hátsó lépcsőn megyünk fel és igyekszünk minél láthatatlanabbak lenni. Maga tudja, hogy melyik a Wolseley szobája. Természetesen. Mindennel számoltam. Van önnél revolver? Nincsen. Nem baj. Én arra is gondoltam. És kézitáskájából kihúzott egy apró ismétlő pisztolyt. Nem adom magának, mondotta. Túlideges, esetleg meggondolatlanul használja. Nálam jobb helyen lesz. Felértek az első emeletre. Most balra fordulunk az 55-ös számú szoba felé. Amint látja, ez a folyosó legdiszkrétebb része. Egészen itt van a melléklépcső mellett, ahol legfeljebb a személyzet sétál. Ez a kis kisfőke az úgynevezett inspekciós helyiség, itt tartózkodik éjszaka a szobapincér, itt pucolják ki az első emeleti cipőket. Szerencsére éppen üres. Ide megyünk. Mikor beléptek, Éva megkérdezte. Beszélt ön már Walls Liróbertel. Mindössze egyszer, mikor a lakásomra tört? Az nem számít akkor nem ismeri a hangját, nyugodtan felhívhatja a házi telefonon. Itt a telefon. Hívja fel az 55. ös szobát, és mondja azt, hogy sürgönye érkezett, és mindjárt felhozza. De hát miért? Mert különben kizárt dolog, hogy ajtót nyisson. Nagyon komoly oka van, hogy zárva tartsa szobáját. Pék engedelmeskedett. Letárcsázta az 55. ös szobát. Néhány pillanatig tartott, amíg Wallsley jelentkezett. Most már mehetünk. Önbekopog, és azután egyszerre lépünk be. Még megvizsgálta a revolverét és mosolygott. Ez minden esetre ajánlatos. Kiléptek a folyosóra, és Pég bezörgetett Wallsley ajtaján. A sürgöny. Mondotta szándékosan elváltoztatott hangon. A következő pillanatban kinyílt Wallsley ajtaja. Éppen csak egy szűkrés nyílott, és azon át kinyúlt Wolfley karja. De ugyanakkor Éva teljes erejével nekilendült az ajtónak, és Pék is nagyot taszított rajta. Ez a váratlan kettős támadás annyira meglepte Walsley-t, hogy majdnem nem hanyat vágódott. Dühösen ordított fel, egy női sikoltás hallatszott, azután szemtől szemben álltak az ellenfelek. Volszli pizsamában, dütől eltorzulva, mint egy ugrásra kész tigris állt szemben Pékkel, aki dermetten is irtózatos meglepetéssel ismerte fel a szobában lévő nőt, Méri volt. Te itt? Kiáltotta magánkívül. És őrjöngő dühében az asszony felé ugrott. Volszli felhördült. Egy pillanat és Pékre veti magát. Kezében az asztalról felkapott kés villant meg de Éva már előtte állt és rászegezte a revolvercsövét. Egy mozdulat és lelövöm. Segítség! Gyilkos! Sikoltotta Méri. Vad dulakodást támadt. Éva sötét szeme haragosan szikrázott, az elégtétel édes gyönyörűségével nézte, milyen önkívületben támadt Péka menekülő mérire, micsoda esztelen, véres haraggá változott benne a szerelem. A folyosó felől siető léptek hallatszottak. A következő pillanatban négy férfi rohant be. Ideje, hogy az urak megérkeztek, mondotta Éva. Néhány perc múlva már katasztrófa történhetett volna. A detektívek először az őrjöngő Péket fogták le, aki dühében majdnem megölte Mérit. Éva azonban Bolslire mutatott. Ezt az urat verjék bilincsekbe. Aljas kalandor, aki állítólagos feleségével, aki azonban valójában a barátnője és Ella Wood néven szerepelt az éjszakai világban, ki akarta fosztani Pék Sándor földbirtokost. Hazudik! Kiáltotta kétségbe esettem Méri. Rágalmaz, mert nem akartam meghallgatni. Erővel a nyakamba akarta varni magát. Ordította Wolsley. Tanúim vannak, hogy napok óta üldözött szerelmével. Valóban, magam sem tagadom, két hete a nyomában vagyok ennek az úrnak, de csak azért, mert biztos adatokat akartam szerezni róla. És ezek az adatok most már a kezemben is vannak. Kiáltotta Éva és kinyitva táskáját, azokból különböző fényképeket és okiratokat szedett ki. Ismeri ezeket a fényképes igazolványokat Ella Wood. A San Franciscói Artista Szövetség állította ki, és különböző országok rendőri hatóságainak pecsétjével vannak ellátva. Itt az igazolvány, hogy Buenos Airesben, New Yorkban, Berlinben, Párizsban játszott különböző mulatókban és varietékben. Betörő. Ordította magánkívül Walsley. Úgy van. Betörtem a szobájába. Most legalább tudja, hogy miért voltam mindig a nyomában, miért mutatkoztam magával mindig kettesben a szállodai személyzet előtt. Hogy szabadon mehessek be a szobájába, amikor csak akarok. A szállodában azt hitték, hogy a kedvese vagyok, nem akadályozták meg, hogy a szobájába menjek, ahol kényelmesen átkutathattam bőröngyeit, és magamhoz vehettem a szükséges bizonyítékokat. Minden lépését figyeltem, Mr. Volsli meglesztem, mikor ellavúd magához surrant. És jó barátságba léptem a telefonos kisasszonnyal. Véletlenül osztálytársnőm volt, aki megtette azt a szívességet, hogy engem is bekapcsolt telefonbeszélgetéseibe, amelyeket barátnőjével folytatott. Jól hallottam, amikor megállapodtak, hogy az 50 ezer dollár átvétele után azonnal elhagyják Budapestet. Autón mennek a határig, csak ott ülnek vonatra, Bécsben repülőre szállnak, Párizsból serburgig megint autón mennek, és onnan hajon folytatják útjukat Dél-Amerikáig. Így volt ez Mr. Walsley. Átkozott boszorkány. Csikorgatta fogait a kalandor. Pékszédülve, sápattan hallgatta a szörnyű leleplezést. Micsoda ajasság, milyen lelketlen, kegyetlen, gonosz játék. Méri a kelepcébe ejtett fenevad kétségbeesésével próbálkozott még egy utolsó trükkel. Felugrott, pékhez rohant és hevesen átkarolta. Ne higgy néki szerelmem. Igaz, itt voltam Bolszlinél, de nem akartam belemaradni. Életveszélyes fenyegetéssel kényszerített, hogy még egyszer keressem fel, mert búcsúzni akar. De én csak téged szeretlek, ezt megmondtam neki. Igen, így volt sietett megerősíteni volszli, szó sem volt arról, hogy együtt szökünk. Úgy? Kérdezte gúnyosan Éva, akkor miért rendelt autót negyedegyre, és alkudott meg vele az országhatárik szóló viteldíjban. Ezt az autót később lerendelte, mert megtudta, hogy a dollárok felvétele körül egy kis zavart támadt. Kár a tagadásért, Mr. Wolsley, már mondottam, hogy telefonjait pontosan ellenőrizték. Pék írtózattal taszította el magától Mérit. Menjen, gyűlölöm, borzadok magától. A detektívek közbeléptek. Elég volt a vitából. A többit majd a rendőrségen tisztázzuk. A nagy lelki rászkódtatások után rendszerint a nagy elernyedés, csüggedés időszaka következik amikor a mindenben csalódott férfi új feltámadás lehetőségét kutatja és a lelke szinte betegesen vágyódik egy kis vigasztalásra, gyengétségre, az elszenvedett csalódásért való kárpótlásra. Hetek múltak és Pék lassanként észrevette, hogy még sincsen egyedül. Van egy bájos, fiatal lány, aki rendületlen szeretettel áll mellette és édesen kérdezi tőle naponta. Hová szeretne ma sétálni? talán menjünk a hegyek közé. Május vége van, a budai erdők teljes pompájukban állnak. Meglátja, milyen jól fog esni a napsütés és a virágillat. Pék meghatva nézett a drága, meleg, becsületes szemekbe és azt mondta. Igen, nagyon kedves lesz így kettesben sétálni. Ma is és azon túl is. Az egész életen keresztül. Vége